Üdvözlöm a kedves nézőket! Mai témánk a fényképezés, fényképezőgépek kontra okostelefonok kamerái. Ezzel kapcsolatban beszélgetek vendégemmel, Süli Ramónával. Üdvözöllek! Szia! Az első kérdésem az lenne, hogy nálad hogyan jött képbe a fotózás, mikor lettél a fényképezés szerelmese? Hát én általános iskolában is már művészeti ilyen kisebb kurzusokra jártam, majd pedig gimnáziumban rajzszakon végeztem, rajzból érettségiztem, és már akkor is részese volt az életemnek a művészet. Majd pedig olyan 9.-10. kezdtem el a telefonommal fotózgatni virágokat, tájakat, és éreztem, hogy én ezt úgy szeretem csinálni, meg ezzel foglalkozni, és úgy voltam vele, hogy miért ne legyek fotós, miért ne foglalkozzak ezzel. Ekkor lettem úgymond a szerelmese a fotózásnak. Ez klasszul hangzik, és melyek azok a témák, amelyekkel leginkább foglalkozol ebben? Amikor elkezdtem fotózni, akkor azt fotóztam, ami úgy gondoltam, hogy szerintem az jól néz ki, de most, hogy már kicsit komolyabban foglalkozom ezzel, és komolyabb gépem is van, így már jobban szeretek embereket fotózni, esküvőket, családi fotókat, de ami leginkább vonz engem, azok a pillanatképek fotózása. Amikor pillanatképeket fotózok, mondjuk két gyerek, ahogy mosolyog, vagy mondjuk egy édesanyja és egy fia, vagy kislánya, az mindig olyan jó látni, hogy boldogságot ad át a kép, és ezzel egy olyan valamit tudok átadni azoknak, akik nézik a képeimet, amivel engem is úgymond szerelmese lettem ennek az egész fotográfiának. Ugye a mai okostelefonoknak a kamerái egyre jobbak. Véleményed szerint ez mennyire szorítja vissza a hivatásos fényképészeket? Hát mivel egy átlagember úgy gondolkodik, hogy vesz egy okostelefont, aminek már elég jó minőségű képei vannak, ezért inkább azt használja, hogy a gyermekét lefotózza, vagy bármi ilyesmi, de épp múltkor beszélgettem az egyik fotográfus ismerősömmel, aki elég komolyan űzi ezt a szakmát, és azt mondta, hogy hogyha egy nagyobb eseményről van szó, mondjuk egy eskü vagy családi fotózás, akkor mindenképpen azt a fényképészt fogja felkeresni, aki a képeket szeretné, mert csak jobb minőségben készülnek el, csak olyan kompozícióban adja át a képeket, amit mondjuk elvár a megrendelő, de mondjuk, hogyha tényleg igazi fotós szeretnél lenni, akkor mindenképpen arra kell építened, hogyha mondjuk vállalkozást indítasz, szerintem, hogy valamilyen tematika vagy téma alapján, tehát vagy esküvői fotós legyél, vagy családi fotós, vagy a gyerekeket fotózd, mert hogyha nem építed valamire, akkor nem igazán lehet ebből megélni. De hogyha tényleg valamilyen tematikára építed, akkor nagyon sok munkával, sok szorgalommal, de meg lehet ebből élni. Milyen előnyei és milyen hátrányai vannak egy mobiltelefonos? Mindenképpen előnynek mondható az, hogy már az okostelefonok világát éljük, és hogyha előkapja az ember a telefont, és azonnal fotózni kell, akkor fotózni fog, mert mondjuk arra van szüksége, hogy lefotózzon bármit, de és ezért kényelmesebb szerintem, hogyha az okostelefon, és ez mondható előnynek. Viszont hátránynak mondanám azt mindenképp, hogy nem kapsz olyan minőséget egy okostelefonnal, és nem tudsz beállítani olyan fényeket, árnyékokat, bármit az objektíven keresztül, mint egy telefonnal. És ugye ezt mondanám hátránynak az okostelefonok kameráival szemben. Uh-huh. Szinte tény, hogy a korábban sokak által kedvelt kompakt kis fényképezőgépek elavulnak a mai okostelefonok kamerájához képest. Erről mi a véleményed? Hát igazából én úgy gondolom, hogy nem fognak elavulni a fényképezőgépek kamerái, mert lehet, hogy vesz ugye bárki egy jobb telefont, aminek már lehet, hogy 20, vagy legújabbaknak már 23 megapixeles is a kamerája,
De amit már előbb is említettem, hogy szerintem, hogyha tényleg valaki komolyan foglalkozik ezzel, és fotózásból szeretne megélni, és ezt tanulja, akkor nem egy 23 megapixeles telefont fog venni, hanem megveszi a lehet, hogy 26 megapixeles, de már vannak 45-46 megapixeles kamerák is, és azzal fog dolgozni. Hogyha már tényleg ez a szakmája, és ebben szeretne elhelyezkedni, akkor nem egy jobb okos telefont fog venni, hanem lehet, hogy kicsit több pénzért, de egy jobb minőségű kamerát. Véleményed szerint lehet-e valakit profi fotósnak nevezni, aki telefonnal próbál jobbnál jobb képeket csinálni? Hát ugye említettem az elején, hogy én is telefonnal kezdtem el fotózni, szóval szerintem ez nem rossz, hogyha telefonnal kezdenek el fotózni. Viszont a mostani internetes és közösségi oldalakon láthatunk, hogy XY fotó, és látszik, hogy egyáltalán nem olyan képek, nem kamerával csináltak képeket, hanem egy teljesen egyszerű telefonnal készített kép, és én úgy gondolom, hogy úgymond, akik tényleg interneten hirdetik magukat, igazi fotósok, azokkal szemben ez nem túl etikus. Végül egy kicsit drasztikus kérdés. Szerinted lesznek-e olyan okosok a telefonok, itt persze elsősorban most a telefonok kameráira gondolunk, amik a piacról lesöprik majd a fényképezőgépeket? Hát az biztos, hogy ahogy egyre jobban fejlődik a technika, egyre nagyobb és jobb minőségű fotókat fognak készíteni a telefonok is, de szerintem ezzel párhuzamosan fejlődni fognak a kamerák is. Szóval nem fogja olyan szinten visszaszorítani, mert ugye mivel azzal párhuzamosan fejlődik, így nem fog ez szerintem problémát okozni. Mert tényleg, aki a fotózással foglalkozik, annak sokkal jobban megéri, hogyha vesz egy jó minőségű gépet, és azzal azt adja át, amit a közönségnek szán. Hát köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és válaszoltál a kérdéseimre. Köszönöm. A nézőknek pedig köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!